Jövőre megszüntetik az országos képzési jegyzéket, és egy teljesen új rendszert állítanak fel, mondta Pölöskei Gábor nélszakképzésért és felnőtt képzésért felelős helyettes államtitkár. Egy átláthatóbb rendszer kezdi majd meg a működését, kommentálta a Hír Dömötör Csaba, a Szexádi Szakképzési Centrum kancellárja. Rendszer korszerűbbé válik ezzel, mint a jelenlegi állapot, mert egyértelműsödik, hogy mi az, ami az iskolai alapfeladat, és azt az iskola csinálja, és mi az, ami a rugalmasságot hozza be a rendszerbe. A tervezet szerint az alapszakmákat ezentúl kizárólag az iskola rendszerben lehet majd oktatni, a felnőtt képzésben viszont nem lesz korlátozás. Ebben a rendszerben ez azt is jelenti, hogy nekünk is rugalmasan kell gondolkodni, nekünk is folyamatosan figyelni kell a bejövő igényeket. Ez egy elvárás is az iskolákkal, a szakképző iskolákkal szemben, és egy teljesen jogos elvárás, hogy keresletvezérelt szakképzési rendszernek meg tudjunk felelni helyben. Az új módszer alapján a ma közel 700 szakma lecsökken 250-300-dal a képzési rendszerben. Például a szakképzési centrumban a mai négyféle asztalos szakma képzését jövőben egy alapképzés keretében oktatják majd, és a specifikációkat már bármely szakképző intézmény elvégezheti. Nekünk az iskolában erre készülni kell, hiszen ugye át kell gondolni majd, ahogy megjelennek az ehhez kapcsolatos követelmények, nekünk át kell gondolni a helyi tanterveinket, a pedagógiai programunkat, erre készülünk előzetesen. Dömötör Csaba véleménye szerint egy a mainál sokkal rugalmasabb, rövidebb idejű, speciális szaktudást nyújtó szakmai képzést lehet majd szerezni, ami sokkal jobban igazodik majd a munkaerőpiac helyzetéhez és igényeihez.